azért ugye nemzetközi stand-upban például azért lazulnak a dolgok, kicsit már túlzásba is viszik egy ilyen... Pistében nagyon benne van. A nemzetközi stand-upban a műfajt nagyon-nagyon szeretem, az itthonit is egyébként, és minden erőmmel próbálok ott lenni. A Mogács azon őrült meg, hogy megvan az összes Blu-ray, mindegyik. Tehát mondta, hogy ő nem ismer embert, aki megvette a Blu-ray-en az önálló esteket. Igen, ki lehet adva nekem is, az Őrség és az Örök és az Evolúció, az a két estem lett, az megvan. Is megvan. Hogyne? De megvan mind. Tehát nekem így elfoglal egy ilyen helyet. Akkor te voltál az, aki megvan. Én vagyok az egy. De nem, de tényleg, én megvettem mindent. Azért már átszámoltam a remittendát, és egy hiányzott. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai vendégeink Fábián István és Komzsik János, avagy Pisti és Jani, a VR. Kettejük barátsága egy megosztott felelősségű barátság. Ha megnyitod az offline csatornát reggel 8:30-kor, és mondjuk így nem megyünk online, akkor ugye a chatet érdemes olvasni. Mi van? Mi történt? Mi van? Én nem tudok valamit, biztos az van. Valaki mondja meg. Egy percet késünk, tudod, később indítjuk a műsort, Esetleg van valami, amiről nem tudok, a fiúk elmentek. Már 8:31 van amúgy. Ez ugyanaz a pánik, amikor áramszünet van otthon, tudod, tehetetlen vagy, és mit csinál? Hív fel a Gyuriékat, hogy náluk is áramszünet van. Nálatok is áramszünet? Nálunk is áramszünet. Miért van áramszünet? Gondolom, hogy ugyanez nálatok is. Ez pont most, nálam otthon nem volt, nem tudom, mikor volt utoljára áramszünet. Most volt egy ilyen 20 perces áramszünet, de csak azért volt a 20 perces áramszünet, hogy felmenjek a 6. gyalog. Tehát, hogy ne legyen lift. Utána visszajött az áram, de hazaértem, az első nekem, és a feleségem mondja, fejlő a ház most tart, hogy akkor mi van? Mit akarsz tőle kérdezni? Mit tud mondani? Igen. Nincs. Rámért kint az utcán a villanyoszlopra. És nem bírta ki, felhívtam. És jön a szobából, hogy beszéltem vele. Nincs áram. Mondom, és mit tényleg mondott? Nincs. Tényleg hát, nincs. Nincs áram. Nincs áram. Legjobb. De ez ilyen, igen, legjobb. A tehetetlenség. Ó, nekem az van meg, amikor a feleségem ül a Netflix előtt este, és így homokórázik a Netflix éppen, mert úgy döntött, és azt mondja nekem, hogy csinálj valamit. Hívjam föl őket, Arizonába, vagy nem tudom, hogy arra úgy, a feleségem kéri, hogy legyen Netflix. Ez egyszer. Igen, az ember az egyik legidegesítőbb dolog az életben, az egyik a tehetetlenség. Annál mérgesebb ritkán van az ember. Igen, de állítólag egy felmérés szerint a számítógép előtt töltött időnk nagyobbik része arra megy el, hogy ülünk a gép előtt és nézzük, ahogy nem működik. Igen, ez egy biztos, tehát igen, vagy várunk arra, hogy mikor fog már működni. Uh-huh. Ezek egyébként vannak ilyen dolgok. Újraindítjuk, még frissít. Én azt szeretem, amikor 3 perc van a stream kezdésig, és így nyomok egy restartot, mert jó régóta volt újraindítva a gép, ne legyen semmi gond, és akkor elkezdi akkor az 1 órás update-et, hogy nem most szabad, akkor. Nem és szabad. Akkor. És ott nincs, mit csinálj. Nem szabad gépet újraindítani. Igen, ezt mi is megtanultuk amúgy az évek alatt. Igen, furcsa, hogy sajnos a munkák lehetetlenné teszi, de én amúgy nem dugnék internetkábelt a számítógépbe. És akkor biztos, hogy tökéletesen működik, de... Amúgy igen. Ó, milyen szépek voltak azok a régi szép idők, nem? Amikor volt egy Windows, nem jött rá frissítés, mert hogy jött volna flopin? Igen. Tehát, hogy ja, igen. De nem szép volt, ott mindig az van, ennyi. Ott jó volt. Én mindig, tehát ezektől szerintem kellően értő fülekre fogok találni, hogy én ettől ki vagyok, hogy kiírja a telefonom, hogy nem volt töltőre dugva, ezért nagyon fontos frissítés nem lett telepítve. Igen. De ha töltőre dugom, vagy éjszak, akkor újra megpróbálja. És így napokig igen, így érzelmileg zsarol engem, és kiírja a beállításoknál azt az egy darab üzenetet, hogy ott van egy üzenetem, mi az üzenet, azt, hogy nem sikerült frissíteni, mert képtelen vagy ilyen hálózatra dugni, pedig egy nagyon fontos frissítést telepítettünk volna. És tudod, hogy így elképzeled, hogy mi lesz majd az a fontos frissítés, hogy nem kapcsol be a zsebemben a lámpa, a zseblámpa, vagy nem, érinteni, vagy többet igen, senkit nem hívok föl seggel, tehát az a frissítés, aminek lenne is értelme. És akkor hálózatra dugom, és reggel kiírja, hogy betöntünk néhány biztonsági részt. Basszus! És ezért gyötörtél engem 3 napig. A technika az tud nagyon érdekes dolgokat. Én is szétverném a legtöbb dolgot. Ugye a leggyűlöltebb termék, amit valaha gyártottak, az a nyomtató, de a telefont hasonlóképpen, szeretem. Figyelj, a nyomtatót én egyszerre gyűlölöm, és ámulok. Tehát, hogy nekem is ugyanaz, hogy kétoldalasra akarok nyomtatni, de ha kétoldalasra, tehát beállítom, hogy kétoldalasra nyomtasson, akkor elkezd krikszakszokat nyomtatni 50 oldalon keresztül. Pedig én egy oldalt szerettem volna kétoldalasra. És megint azt hallom, hogy 3 perccel tovább tartott a nyomtatás.
Már a hangjában megmondta, hogy rossz. Igen. Rosszul bug, nem jó. Valami nem jó. Igen. És akkor a nyomtató, hívom a nyomtató céget, ők a szoftverre mutogatnak, akkor keresem a megoldást, hogy iOS-en hogy működik az a nyomtató, akkor ők a nyomtató, hogy töltsem le az új drivert. 10 éves a nyomtatóm, újat kell vennem valószínűleg, mert nem kompott, de a laptopom is 10 éve, de mindegy. És ami miatt viszont ámulok a nyomtatón, közben... Rázla a vizet. Így van, mint egy kocsmában hajnali 2-kor itt egy facsarást elbírozottam, hogy ami miatt ámulok a nyomtatón, mind a mai napig, ez gyerekkorom óta lenyűgöz, hogy tud csak egy lapot beszedni. Tehát, hogy ott van stócba benne ja, 200 aha. lap, és csak egyet szed le a tetejére. Szóval én nem gondolkoztam amúgy. Én nagyon sokat gondolkozom. Fennek, ez ott kell nyálaznod az ujjadat, érted? Én meg így egyet bevesz. De valamikor azért becsíp kettőt. Előfordul, de akkor is elképesztő. Az, én is ilyen vagyok egyébként, ezért nem tudok aludni. De komolyan. Tehát, hogy? De nem, de tényleg, tehát tudod, ez az elalvással kapcsolatban, ez azért elcsukod a szemed, és akkor még egy óra múlva is, úristen, ez a köcsök harmadikban tökörrugod, de durva, hogy a zöld levélben barna lesz egyszer csak, hogy ez vagy az agyamban. És én is elgondolkozom ilyen nyomtató dolgokon néha, hogy a faszomban tudod egy lapot beszélni, de nem értem. Engem a telefon készít ki, meg ez a, tudod, hogy amikor hülyének néznek, hogy majd vigyáznak rá, tudod. Van most ez az aksi optimalizált töltésre, hallottál? Nem. Hát mert ugye azt csinálja... Abszolút, én 80%-en kihúzom. Mert ugye azt csinálja, ugye, hogy nem az van, tudod, hogy akkor most itt te rádugod, és akkor 40 perc alatt teleszúrja, aztán örülj magadnak. Ne. Ő 3-4 óra hossza alatt tölti fel az akkumulátort, mert ugye sokkal jobb neki, és ugye ezt megfigyelem, míg alszol. Na de boríts meg valamit az életciklusodban, hogy egyszer kint kell aludjál, mert úgy horkolsz, hogy kitakarítottak, a gyerek meg betegen fekszik az asszony mellett, ugye? Te meg kint kell adni a nappaliba. Tehát egyszer nem tudtad rá töltőre a telefont. Nem mondom, kurva, jó, felkeltem 6-kor, 7:30 után indulok, más forulat beröffentem. Rádugom töltőre, tudod, pisik a kávé, minden losszar. Felveszem a telefont, és tudod, 7%-on van, és egy ilyen kurva egy kiírás van a képen, hogy a akkumulátor optimalizás miatt 7 óra 59 percig indítják a töltést. És 0,2 milliamperenként csökkent. De tudod, ilyenkor azért úgy felhívnám, tudod, akárkit, akinek köze volt ehhez, nem is a céget, hogy amúgy te honnan másztál elő? Vagy te milyen, hol élsz? Nem jársz dolgozni, mi? Gondoltam. De újra van vezetékes telefonod. Igen, és akkor egész nap tudod, így bedugva, mint egy hülye. Igen, powerbank-kel rohangálsz. Nekem múltkor volt az, hogy mondom a gyerekeknek, a gyerekek, elszorunk gyorsan, bevásárolunk, és bankkártya nem volt nálam, de vittem a telefont magammal, és ránézek a Lidli bejáratánál telefonomra, és 1%-on van. Az gyorsan ne, azonnal repülőgép üzembotba raktam, tudod? Nehogy valaki lekérdez az időjárást. Igen. És ilyen szívdobogás, még a kasszaszalagnál sem mertem megnézni, hogy vajon még működik-e, mert biztos azzal megyek még ki belőle a maradék áram, hogy ki felvilágosodik a képernyő, és így odaérintettem a csippantóhoz, és a pénztárosnő azt hitte, hogy annak szól a megkönnyebbülés, hogy van még annyi pénz. És jött is egy szegény művész úr, hát nem mehet valami jól, mert annyira örült, amikor. Ugye? Ez a baj. Még mindig kell egy kis idő ahhoz, hogy tudod így felvegyék a fonalat az emberek így a technikával kapcsolatban, bár azért nagyon sokan élvezik szerintem attól függetlenül. Tehát ugye ilyen praktikus dolgokat mutatsz például idősebb felhasználóknak, hogy tudsz fizetni a telóddal, azért ezt ők is értik. Hát figyelj, persze. Nekem tavaly mutatta meg valaki, hogy a képek között tudok keresni kulcsszóval. Igen. Helyre, arcra, emberre. Beírom, hogy torta, és az összes tortás képet ki. Hát úristen, hol tart a világ. Most tudtam meg, hogyha az iPhone-ba pepetyögök egy szöveget, és megrázom, akkor visszavonja. Visszavonja? Úristen, milyen régóta van. Az elejétől ott. A leges legelej óta, igen. És emberek látnak engem az utcán. Igen. És akkor itt van a kontraszt, látod? Hogy az asztal alatt szerintem rosszabb. Igen, pillanat, milyen csak mi. Meggondoltam magam valamiért. Erre nagyon szép a kontraszt, hogy te ilyen előrelátó ember vagy, és lehetséges, hogy egy 35 éves srác a 65 millió forintos legfull extrásabb Audiba így telefonál. Hát az attól ki vagyok. Üvöltesz, hogy te vagy bennem Bluetooth.